Indiai heteket tartottak az Onyxban. Az étterem szakácsát, Pavant kérdeztük az ételekről, és az indiai heteken szerzett tapasztalatokról. Indiai heteket tartottak az Onyxban, erről kérdezem Pavant, aki készíti ezeket az ételeket. Köszöntelek, mik voltak a tapasztalatok először is a vendégek által? Tetszettek-e nekik az ételek, és hogyan is jött ez az ötlet, hogy indiai ételeket készítsetek? Úgy volt, hogy 2014-ben először jöttem ide főzni, egy indiai este volt, és akkor nem itt dolgoztam, csak Szabolcs, Kurcsai Szabolcs ismerős mondta, hogy főzni akarsz velem együtt. És először nálunk egyszer főztünk otthon, és aztán a Gáborban jóban vannak. És mondta, hogy van neki egyik jó ismerős, kinek konyhát tudunk bérelni, és mit szólsz hozzá? És benne vagyok, megpróbáltam én is, szeretem így járkálni, hogy valahol így helyen tudom főzni. És így akkor ismertünk Gáborval, Rózsikával, mindenki kivel most már dolgozok is. És akkor volt egy ilyen indiai este, az szerintem nagyon jól sikerült, és akkor mondta Gábor, hogy nem akar ide nálam dolgozni. A pont akkor jó munkahely volt, mondtam, hogy egyelőre ott vagyok, majd egyszer, hogy úgy is elakul, akkor megbeszélünk. És sikerült is úgy. És utána elkezdtem itt dolgozni 20-be, és akkor is terveztünk, hogy csinálunk pár egy indiai alkalmakat, és valami mindig maradtunk le. Volt egy-kétszer, hogy kezdtünk, utána bejött Covid, nem sikerült. Most idén sikerült, és behoztunk, első alkalomban ilyen 20-adag főztünk szerintem, és elment. És utána jó visszajelzést kaptunk mindenkitől, utána várták is vendégek. És először csak 4 hétre terveztünk, hogy csak egy 4 hét lesz, mindegyik héten csütörtökön. Annyira jól sikerült, hogy Gábor mondta, hogy tartsuk akkor tovább is. Megint most már múlt 2 hét is úgy lemaradt, hogy egyszer én lebetegedtem, és utána másodjára itt volt pár program. És igazából most már lehet, hogy utána folytatjuk tovább januárban is. Azt mondta Gábor, hogy lehet, hogy minden héten egyszer lesz egy indiai kell, szóval. Így, hogy én is mindig valami újt kellett csinálni, amit még nem készítettem. És szerencsének mindig jól sikerült. Milyen ételeket készítettetek így eddig, és most mivel készültek? Első egy ilyen chicken manchurian volt, a második az ilyen vegakája volt. Volt ott a chicken tikka masala, és mai ez az étel, ez chicken korma lesz, ilyen csirkeszombos. Basmati rizs, fokhagymás lepény. Így ezek közül az ételek közül mit tapasztaltál, melyik ízlet így legjobban a vendégeknek? Úgy kezdtem, hogy mikor első étel főztem, és az nem úgy mentem túlzással főszeresen. És nem tudtam, hogy milyen reagálnom fogjámra, hogy bírja is egyetlen olyan csíposan vagy nem. És volt olyan vendég, aki azt mondta, hogy neki csíposan kell még. És utána azóta most már készítünk, ilyen jó főszeres csípos ételek készítünk, és ez szereti mindenkit. Nem mindenki, aki evett, azt mondta, hogy jó volt eddig. Az indiai ételek, inkább így a csípős fűszeres, mely vonal? Igen, most már látod, itt is vannak előkészítve a fűszerek. Jó fűszeres kell eszünk mi. És néhány ember megijednek, ú, de fűszeres vagy nem bírja a zsombor. Nekem is volt, ezelőtt én dolgoztam az indiaiben, Taj Mahalba étterembe, Szegeden. És ott is merkedtem, hogy pár emberekben is kérdezte, hogy hol dolgozom, mondtam én itt, és mondta, jó, ők nem ettem még indiai kell sosem. És mondom, miért? Nem volt lehetőség, de csak félünk, hogy fűszeres, vagy nem bírja a gyömört, vagy valami. Mondom, egyszer mindig kóstolja egyszer, és talán, hogy nem ízlik, akkor ne egy. Szerintem gyömör annyira nem fogja bántani, úgy is készítünk, hogy amikor bejössz, akkor mondod, hogy kevésbé legyen fűszeres, és úgy készítem. És akkor úgy volt, hogy pár emberek olyan is azóta ott járnak, és annyira ízletnek is, utána visszajelzés. És az volt, hogy nem is volt annyira fűszeres, mennyire gondolta. Én azt mondom, mindenképpen érdemel próbálni egyszer bármi konyha is. De előbb-től nem gondolkozunk, hogy ú, de fűszeres vagy csípős. Mindent meg lehet oldani egy konyhában. Úgy tudunk készíteni, hogy vendég akarja. És azért ne hagyjuk egy lehetőség bármely konyháról, hogy nem ismerünk. Majd egyszer tapasztalunk az, hogy nem ízlik, akkor nem kóstolunk még egyszer. Az indiai kaják mennyire megfelelőek? Például egy ételérzékenynek, vagy tej, glutén
érzékenynek. Hát mi tudunk több fajta kájást csinálni. Nálunk amúgy vannak valakinek tejérzékeny, abban szoktunk eljárni ilyen vega kályák, amiben teljesen nem használunk olyan semmi dolgok, amiben van valami te. Nyilván most már ebben van jogurt, és többféle ételben használunk tej is, tejszín is. És vannak olyan, hogy mindig érzékenymentes is vannak, hogy nem használunk se liszt benne. És inkább én valamilyen érzékeny emberek, neki mindig szoktam ajánlani ilyen vegákáját. És vegetáriánus kájást többféle szoktuk készíteni. Igazából nagyon sokféle vegákáját tudunk készíteni mi indiai étállokban. És az is nagyon finom szokott lenni, és abban nem szokott olyan tejérzékeny vagy liszt érzékenynek, akkor nem lesz gondokból semmi. Mikkel készültek így a következő indiai hetekre? Én mindig úgy már egy-két nap előtt szoktam találni, hogy mit főzök, akkor szoktunk megbeszélni. Mondjuk most mindig így csütörtökön voltam, olyan kedszerdel, vagy hétfőked úgy átgondoltam, hogy mit csinálunk. Előbb nem szoktam sose gondolkodni, hogy mit csinálom, inkább akkor itt vagyok, ezt munkával foglalkozok. És most előre nem tudom mondani, hogy mi lesz következő alkalomban. Biztos valami új, melyik én nem próbáltam még. Biztos. Az a lényeg, hogy nálunk ott Indiában olyan sokféle kályák vannak, abból én azt mondom, hogy valami 20% kályát megcsináltam. Megyünk egy pár száz kilométer arrébb, változik minden. Kultúra is változik, ízvilág is változik. És azért nem mondom, hogy megcsináltam mindenféle kályát, nem. Szeretném próbálni mindenféle kályát én is megcsinálni. Egyszer biztos odaig is jutom, hogy mindenféle megcsinálom. Ez alkalom nekem jó lesz, hogy mindig új lesz mindig itt, és én is úgy fogom készíteni, hogy még nem csináltam, még féle kályát, és abba dolgozok. Átadták a 4 évszakos műjégpályát Kisteleken. Az átadón stábunk is részt vett. 12x25 méteres, műanyag alapú, minden 4 évszakban használható műjégpályát adtak át a településen. A pályát az Agrárminisztérium pályázatán elnyert 20 millió forintos támogatás segítségével, mintegy 23 millió forintból hozta létre az önkormányzat. Az átadón a város polgármestere Nagy Sándor kezdte a beszédeket. Harangszó van a kisvárosunkban, biztos halljátok, és még plébános atya arról is gondoskodott, hogy ilyen háttérrel kezdhetjük ezt a mi kis ünnepünket. Nagyon-nagyon szépen szeretném először is megköszönni nektek, hogy itt vagytok. Nagyon szépen szeretném megköszönni azt, hogy velünk van Farkas Sándor, képviselőnk, miniszterhelyettes urunk, aki még a hét közepén a telefonom hívásomra, amikor azt kérdeztem, hogy állunk a korcsolyával. Azt mondja, régen korcsolyáztam, de az lehet, hogy 30 éve volt. És még azóta is a cipőmre eléggé vigyázok, mert mondom, úgy gondoltam, hogy úgy illene, nem úgy, mint a plébánosunk, hogy zokniba jött föl a jégre, hanem korcsolyával jöjjünk ide. És hál' Istennek ebbe is partnerok voltunk, úgyhogy köszönöm szépen, Sanyi, neked, hogy ezen a mi kis ünnepünkön, a jégen, ahhoz illő cipőt vettünk. Azt gondolom, hogy van, aki úgy nőhetett föl, hogy akkor még volt jég, és tudja, mi a korcsolyázásnak a fantasztikus öröme, és az utóbbi időben azt látjuk, hogy nincs jég. Nincs olyan hideg, nincs hó, és egyébként a mi gyerekeink úgy nőnek föl, itt Kisteleken és a környéken, hogy bizony nagyrészt nincs lehetőségük megtanulni, még korcsolyázni sem. És szerintem, amikor mi élünk egy kisvárosban, vagy bármely településen, tudjátok, mi a fontos? Mindenkinek legyen valami olyan hely, hogy azt tanúcodának hívják, vagy jó sportcsarnoknak, szép óvdának, szép iskolának, vagy jó térnek, vagy éppen egy kis koripályának, ahol az nekem fontos, és szeretek ide járni. Szeretek azokkal az emberekkel, gyerekekkel, barátokkal együtt lenni. Magyarul egyre inkább azt tartom legfontosabbnak, hogy találjuk meg azokat az apróbbnak tűnő dolgokat, amivel mi még jobban szeretünk itthon lenni, még jobban szeretünk Kisteleken élni. És mikor ennek a
tükör készítését úgy hívják, mikor a markoló kiszedi a homokot, és majd helyére beton kerül, meg később műjég. Egy néni megállt a Bercsényi utcából, és megkérdezte az aktuális gépész emberünket, hogy édes fiam, aztán mi lesz ez? Azt mondja, hát műjégpálya. Műjégpálya. Ugyan ki a jó Isten tanálta már ezt ki, pont ez hiányzott ide nekünk. Azt mondta az én kollégám, hogy nincs semmi baj, nem is magának szántuk ezt elsősorban, hanem a gyerekeinknek. Úgyhogy nyilván ennek is majd hallottok olyan véleményét, hogy ugyan mi a jó Istennek, miért nem osztották ki segélyre vagy valami másra, de egy a fontos, a gyerekeink megtanulhatnak kurizni. A gyerekeink itt egyébként szerintem szerdán, este felé, pénteken, szombaton, vasárnap egy nyitott helyen, egy nagyon pici kis aranyos átöltöző helyen rámehetnek a jégre. Ugyan nem csúszik úgy, mint a tükörjég, én annak idején viszonylag többet korcsolyáztam, de arra pont tökéletes, és mikor bebelegszik a pálya, azt mondta Szabolcs, akkor még jobban csúszik, hogy ti gyerekek, megtanuljatok korizni, van akik már tudnak, van akik meg ezután még jobban tudnak. Úgyhogy azt szeretném nektek elmondani, hogy azért is csináltuk ezt, mert van nálunk egy csomó jó görkoris. Van a görkorisoknak egy nagyon nagy csapata, szülők, barátok, akik úgy szeretnek összefogni és az ilyen dolgokban egyébként partnerek lenni. Hál' Istennek teremtettek ide egy nagyon jó edzőt, akik szeretik. Szeretik az edzőjüket a gyerekek, az edző meg küzd a gyerekeikért, gyerekeinkért. És ők voltak nekünk elsősorban az a segítség, az a partner, a görkorisok, akikkel együtt, közösen beadva egy pályázatot, nyertünk. Nyilván többen nem értitek. 20 millió forintot. 20 millió forint volt a maximális elérhető összeg, és ez, amit itt láttok, ez közel 23 millió forintba került nagyjából mindenestől. Maga ez, amin áldogálunk, ennek nagy része ez volt. És a Görkorisok Egyesülete ebben partner volt, és abban is partner volt, és azóta is, meg remélem ezután is, hogy nem csak a görkorit népesítik, vagy kicsit tanításra ösztönzik a többi gyereket, hanem a görkori mellett a rendeskori. Mit kívánhatnék én? Szeressétek meg a korit. Legyetek itt sokszor. Hívjátok-e apukátokat, anyukátokat, hogy ott hátul a sparhelt mellett akár beszélgessünk egy kicsit. Ne adj Isten, ígyünk meg egy pohár forralbort, vagy egy pohár teát. Találkozzunk. Ebbe a téli időben, mikor a hosszú este van, akkor legyen egy olyan plusz pontja a városunknak, ahol egyébként megint kimegyek, olyan jó volt a múltkor. Úgyhogy valami ilyesmit várnék, valami ilyesmit kérnék, valami ilyenbe szeretnénk partnerséget, és még abba, hogy vigyázzunk rá. Tudom, most egész szép, de valamelyik nap reggel is, mikor jöttem ki, jó magam is részt vettem ennek a kisházikónak az építésében, akkor azt láttam, egy csomó sáros nyomit volt a műjégen. Nem volt jó látni. Lakatot kell az ajtóra tenni. Kamerát kellett pluszba fölépíteni. Tehát magyarul le kell zárni azt a felső részt majd sajnos, és bizonyos időnként csak kinyitni, hogy onnan ne dobáljanak ide, ne ásszanak rá a tetőre. Tehát biztos, hogy majd kérem mindannyiunk türelmét és megértését, de segítségét is, hogy segítsetek abban, hogy erre is vigyázzunk, hiszen ez nem egy bérelt történet, ez a városé, ezt télen-nyáron használhatjuk, és remélhetőleg nagyon sokáig használni is fogjuk. Majd Farkas Sándor, országgyűlési képviselő folytatta. Óriási öröm egy kisváros életében, hogy a polgármester úr és a csapata ilyen kedvességekkel, ilyen figyelmességekkel próbálja a város lakosságának az életét még szebbé, még tartalmasabbá tenni. Mert ez nem csak a gyerekeké, gondolom. Én úgy gondolom, hogy a felnőttek is nyugodtan bejöhetnek ide. Szentesen valamikor, bocsánat, hogy erre hivatkozom megint,
nagyon nagy korcsolya élet volt, három nagy teniszpályát öntöttek fel vízzel, és az volt a három teniszpályányi korcsolya pálya, ahol egy teniszpályán csak jégkorong meccsek voltak, és nekem még mindig a garázsba felakasztva, hogy minek azt nem tudom, ott van vagy három jégkorongütő, a korongot még ajtókitámasztónak használjuk. Ez csak annyit a jégről még egyszer. Tehát én azt hiszem, hogy amikor egy ilyen dolog van, mindenkinek meg lesznek azok az élményei, meg lesznek azok a pillanatai, meg lesznek azok a nagyszerű baráti kapcsolatai, amik itt alakulnak ki, itt teszik teljessé az életüket, a hétköznapjaikat, a szabadidő eltöltésüket, és az, hogy ebben a városban ilyen lehetőségek vannak, higgyék el, hogy ez csak megbecsülni és nagy szavakkal lehet erről szólni, mert ezek a legfontosabb dolgok ma az ember életében. Hogy valóban gondoskodunk egymásról, közösséget teremtünk, együtt tudunk lenni, együtt tudunk gondolkodni, szórakozni, sportolni. Ez mindaz, az az esemény, amelyre nekünk embereknek, akár kisvárosban, nagyvárosban vagy falvakban szükségünk van. Ezt követően Antal Imre, Kistelek plébánosa felszentelte a műjégpályát. Amikor megtudtam, hogy miről van szó, akkor örültem, hiszen ez tényleg egy olyan lehetőség a város lakói, különösen a gyermekek, fiatalok számára, ahová összejöhetnek, itt eltölthetnek kellemes pillanatokat, perceket, és azt gondolom, hogy erre nagy szükség van itt Kisteleken is, hogy itt az elmúlt évek bezártsága után itt most megszületett ez a mondhatni közösségi tér, mert annak is mondható, hogy itt találkozhatunk, összejöhetünk, a gyerekek itt korcsolyázhatnak, a szülők a kerítésen kívül izgulhatnak, és adott esetben egy pohár forralt bort vagy teát elfogyaszthatnak. Teljes közösségépítő térről van szó, amihez én gratulálok. A pályával kapcsolatban egy dolognak örülök, hogy nem igazi jégből van, mert eddig megfagyott volna a lábam, amióta itt állok. Ha már nem kaptam korcsolyát. De száz szónak is egy a vége. Itt, ezen a helyen nekem nem beszélni kell tovább, hanem ki kell próbálni, úgyhogy ha most van rá lehetőség és van olyan méretű korcsolya, akkor szívesen teszek egy kört. Igaz, hogy én sem tudok, de hát egyszer el kell kezdeni. Ha meg most nincsen, akkor majd legközelebb. Igen, van, szuper. Minden esetre gratulálok a beruházásról. Tudom, hogy egy városlakó 4 évvel ezelőtt a Mikulástól ezt kérte. Hát, ami késik, az nem siet. Ugye megérkezett az ajándék. Hát kívánom, hogy minden évben írjanak a Mikulásnak, a Jézuskának, és ha nem is azonnal, de hát ha az évek során teljesül a kívánságok. Gratulálok a megálmodóknak, a támogatóknak, a kivitelezőknek. Isten áldását kérem erre a pályára, és kéz- és lábtörésmentes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. A nemzeti színű szalag átvágása után végül egy luca napi hagyományőrző műsorral zárult a pályaolvató. Karácsonyi csomagot osztottak az időseknek Kisteleken. Erről kérdeztük Ágó Ritát. Karácsonyi csomagot osztottak idén is a kisteleki időseknek. Erről kérdezem Ágó Ritát. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk a csomagokról, mióta is van ilyen osztási lehetőség itt Kisteleken? Kistelek Városi Önkormányzat képviselőtestülete ezt már több mint egy évtizede támogatja ezt a kis szimbolikus ajándékcsomagot, a szeretet jelét, hogy ezzel a gesztussal köszöntse a város 70 év feletti lakosaikat. Nagyjából hány időshöz sikerült ezeket a csomagokat eljutatni, és mi is a csomag tartalma? Az idei esztendőben 1185 fő az, aki már betöltötte a 70 évet, és e fölötti lakos, úgyhogy ő hozzájuk juttatták el a kollégák ezt a kis csomagot. Talán egy hét alatt sikerült is házhoz vinni.
Igen, minden esztendőben van olyan sajnos, hogy éppen nincs odahaza valaki, vagy boltba, vagy orvosnál, vagy lehet, hogy nehezen tud kijutni a csengető kollégához, de akkor ilyenkor egy kis üzenetet hagyunk, hogy itt a művelődési központban ez a csomag átvehető. És van, hogy a szomszéd jön be, van, hogy rokon jön be segíteni, hogy eljusson ez a kis ajándék számukra. Miért is tartja fontosnak ezt az önkormányzat, és mik voltak a tapasztalatok az időseken, mennyire is örültek ezeknek a csomagoknak? Hát az előbb említettem, hogy nyilván egy ilyen kis szimbólum, hogy ajándékozzuk meg egymást. Mindig van egy kis gondolat a képeslapon, amit a városközpontot ábrázolja esti fényekben. Ez a tavalyi karácsonykor készült, és Müller Péter kollega készítette a fényképet. A kis üzenetet polgármester úr adta hozzá a képviselőtestület nevében. Tehát ezeket a gondolatokat szeretnék eljuttatni a lakosokhoz, és nem csak a 70 év feletti lakosokhoz, hanem majd minden háztartásban eljut ez a gondolat, hogy beköszöntött az advent időszaka, és ilyenkor jó, ha felidézzük az elmúlt év legszebb pillanatait, és minden megélt szépségét, jóságát elraktározzuk, hogy ebből erőt meríthessünk az elkövetkező esztendő napjaira. A mögöttünk hagyott időszak nehézségeiben a szeretet tartott meg bennünket, hogy folytassuk tovább a jóság építését. Ez a kis gondolat, amit szerettünk volna megosztani, szeretett volna a polgármester úr megosztani a település lakóival. Ahogy a kollégáim mesélték, ahogy átadták a kis csomagokat, nagyon sok idős embernek a szemébe könyvszökött, hogy gondolnak rá, és nagyon örültek. Úgyhogy örülünk, hogy örömet okozhattunk nekik.